A középkorban úgy tartották, Szent Lúcia a varrónők, vakok és szembetegek védőszentje volt, és bár alakja jóságos, Magyarországon mégis keveredik egy boszorkány alakjával. Ehhez a naphoz számos hagyomány kapcsolódik, többek között a térségünkben is népszerű baromfikeltető. A tyúkokat éjszaka egy bottal megpiszkálták, és közben mondókákkal próbálták elősegíteni a jó tojást. Ide tartozott a munkatilalom is, nem lehetett fonni és varni, nehogy a háziasszonyok megszúrják magukat a tűvel, és úgy tartották, ezzel bevarják a tyúk fenekét is, ami később ezért nem fog jól tojni. De férj jósló szokások is kapcsolódtak ehhez a naphoz. 13 cédulára fölírtak fiúnevet, és betették a párnájuk alá a lányok, és minden nap elvettek egyet ezekből a cédulákból, és amelyik legutoljára maradt, az a cédula, az azon szereplő fiú név, azt gondolták, hogy akkor az lesz majd a jövendőbeliük, de végeztek ilyen féljósló szokást is, hogy derejét főztek, és a derejébe belegyúrtak egy-egy fiú nevet, és amelyik a kifőzés során a leghamarabb följött a derejék közül, és az abban lévő név lett, úgy gondolták, hogy lesz majd a jövendőbeliük. Hagyma kalendáriumot is készítettek, 12 hagymahéjba, amelyek a hónapokat jelölték, sót tettek, és úgy tartották, amelyik elázik, az a hónap esős lesz. Ez fontos előrejelzés volt a gazdáknak. Voltak lucanapi tréfák is, főleg a legények művelték, például leszették a kapufélfát, vagy felvitték a legények a tetőre a szekeret, amit úgy kell elképzelni, hogy nem fölcipelték ugye egyben, hanem a szekereket szét lehetett szedni, és hát az alkatrészeket fölvitték a háztetőre, és ott összerakták, és amikor a gazda reggel fölkelt, akkor a legnagyobb bosszúságára látta, hogy a szekér nem a színben van, hanem fönt a háztetőn. A legismertebb hagyomány, amelyet térségünkben sok helyen mai napig ápolnak, a lucaszék készítés. Ehhez volt, ahol egy, míg máshol 13 féle fát használtak. Miután készítője felismerte segítségével a boszorkát, hazaérve el kellett égetnie a széket.